Köszöntök mindenkit, Gombás Judit vagyok, és a mai vendégem Királyhídi Dorottya, a Sigetfakok Országos Egyesületének főtitkára és szakmai vezetője. Mindenféle izgalom van, egy pár perccel ezelőtt fúrtak, úgyhogy remélem, hogy ez nem fog közbeszólni. Szia, Dorka! Ja, én is egy nagyon dolgos környéken lakom, a fűkaszától, a láncfűrészig, bármi jöhet. És itt is nagyon-nagyon érzékenyen tudják kiválasztani azokat a pillanatokat, amikor az ember nem igazán örül ezeknek a hangoknak. Na de hát meglátjuk. Reméljük a legjobbakat. Így van. Szuper. Hát kérdezem először azt meg, hogy hogyan lettél gyógypedagógus? Hát 14 éves koromban olvastam egy novellás kötetet, Juhász Zsófia írta, egy református lelkész, aki az a címe a könyvnek, hogy Zöld füvecske a mezőben. És ez egy novellás kötet az Őrbottyáni református szeretett otthon életéről, lakóiról. Ezt tudni kell, hogy az Őrbottyáni otthonban halmozottan sérült, fogyatékos gyerekek és fiatalok és felnőttek élnek, éltek akkor is, és az ő életükről írt. És én a Pető Intézet mellett nőttem fel, ami valamilyen szinten lelkileg megviselt. Voltak osztálytársaim is, akik a Pető Intézetbe jártak, de abban az időben az volt ott a trend, vagy a módszertani irányelv, hogy mindenkit ilyen járó keretekbe, meg járó szerkezetekbe állítottak be, és különböző szerkezetekkel járkáltak ott az udvaron, és egyszerűen azt éreztem, hogy valahogy meg kell, hogy értsem ezt az egész világot. Akkor olvastam ezt a novellás kötetet, ahol viszont értelmileg sérültek, és ugye a terminológiák változtak, de értelmileg akadályozottak, és mindenféle halmozottan sérültek éltek ott, és írtam Juhász Zsófiának egy levelet 16 évesen, hogy én olvastam a novellás kötetét, most így visszatekintve azt gondolom, hogy ez biztos örömmel töltött el, hogy valaki olvasta a novellás kötetét, és azt mondtam, hogy én szeretnék önkéntes munkára elmenni ebbe az otthonba, hogy megnézzem, hogy valóban hogyan élnek ezek a lakók, és milyen velük együtt lakni, mert ez egy, ugye az ott dolgozóknak a nagy része az ott helyben, bent az intézményben élt. És akkor válaszolt nekem, hogy sok szeretettel lát, és akkor a nyáron egy két hetet ott töltöttem ebben az otthonban, úgyhogy ott bent is éltem, és ott találkoztam először egy teljesen siket és vak férfivel, aki nem szerepelt a novellás kötetben, ez egy új benyomás volt, és teljesen siket volt, teljesen vak volt, a napját úgy töltötte, hogy ült a fal mellett, amikor a földön, amikor megérezte, hogy ételszag van, akkor felállt, és oda ment az asztalához, ahol enni szokott, megette az ételt, tehát kultúráltan kanállal tudott enni, majd kitalált magától ugye a mosdóba, és visszaült a fal mellé. És hogyha valami a közös programok azok nagyjából a közös sétákban merültek ki, mert ő ugye nem tudott a közös beszélgetésekbe részt venni, az pedig úgy nézett ki, mivel kevés volt a segítő akkoriban, hogy láncba kellett állítani a sérülteket, hogy mindenkit valaki kvázi vezessen, irányítson, és így volt a legbiztonságosabb, és a legjobban kontrollálható az az egész, és akkor ez az ember is ugye beállt a láncba, tehát mondták neki, hogy... És ez nálunk csak a vonat címen fut, így látássérült körben. Így van, tehát ilyen vonat szinten mentek a séták, és egyszerűen csak az kezdett el bennem motoszkálni, hogy ennél azért tartalmasabbnak kell lenni az életnek. Tehát
Tehát, hogy egyszerűen az nem lehet, hogyha valaki nem lát és nem hall, akkor ennél többet ne lehessen ebből a helyzetből kihozni. És aztán ezzel elkezdtem foglalkozni, és aztán minden úgy alakult, hogy még tovább ebben a siketvakos témába, és ebben a siketvakos irányba terelt, de ez volt az első olyan nagy mély benyomásom, amikor azt éreztem, hogy igen, ezzel kell foglalkozni, és én ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ezeket az embereket segítsem egy kicsit az önkifejezés útján. És akkor látás-hallás szakos lettél a főiskolában? Nem, mert akkor kötelező volt az értelmileg akadályozott szak, és amellé nem tudtam, hogy melyiket válasszam, de végül is a látás szak maradt. Mert ugye nagyon szívesen lettem volna akár három szakos is, de ez akkoriban nem volt lehetséges. Úgyhogy maradtam az értelmileg akadályozott plusz látássérült szakon. Szerintem nagyon-nagyon sok ember úgy van, mint te voltál akkoriban, tizen pár évesen, hogy talán nem is hallott erről, nem is gondolt bele, hogy létezhet ilyen, hogy valaki egyszerre nem lát és nem hall. Ez egy nagyon hát változatos dolog. Nyilván egy csomó ember van, aki azért valamennyit lát, valamennyit hall. Egy kicsit mesélj, Léci, erről, hogy milyen módokon jelenhet ez meg egy ember életében. Tehát igen, ezt nagyon-nagyon jól mondod, hogy amikor az ember meghallja először ezt a kifejezést, a siketvak, akkor egy teljesen siket és vakemberre gondol, és valóban ez, hogy így mondjam, kiveri a biztosítékot. Tehát, hogy erre nem számít az ember, mert lát vakembereket az utcán, siketeket lát jelelni, de úgy gondolja, hogy ez a kettő, ez úgy külön-külön, ez oké, már úgy beveszi az embereknek a képzelő ereje, na de hogy ez a kettő együtt van, tehát ezt el nem tudja képzelni. A másik, amit nagyon jól mondasz, hogy egész világon most már teljesen egyértelmű, hogy nem a teljesen siketekre és a teljesen vakokra gondolunk, hanem teljesen funkcionális megközelítésből közelítjük meg ezt a kérdést. Tehát azt nézzük meg, hogy az embernek a szükségletei, az oktatása, a kommunikációja, szükséges-e tesz bármiféle alternatív megsegítést, vagy bármiféle adaptációt, egy kicsit átalakítani az oktatási programokat annak érdekében, hogy ő sikeres legyen. Tehát minden olyan látás és hallássérült belefér ebbe a kategóriába, akinek a kettős sérüléséből olyan állapot alakul ki, hogy bármi miatt már nem tudja a hagyományos, egyszeresen sérült utat követni, hanem kell neki valami plusz segítség. Tehát gondolok arra, hogy például egy teljesen vakember teljesen jól tud megtanulni, tájékozódni, közlekedni, és megromlik a hallása, még hallókészüléket is kap, de ez a hallókészülékes hallás azért mindig más, mint a teljesen épp hallás, tehát ehhez hozzá kell szoknia, teljesen jól eljuthat ugyanára a szintre, ha jól beállított a hallókészüléke, de nyilván ez számára egy megváltozott helyzet, amiben segítségre van szüksége. Ha tovább romlik a hallása, akkor meg persze folyamatosan figyelemmel kell kísérni. És ugyanez az igaz mondjuk a hallássérültekre is. Jelnyelven teljesen jól elkommunikál, és egyszer csak bejön egy szembetegség, és nem látja már a jelenlőnek az arcát, nem tud szájról olvasni, szétesik az az addigi jól működő kommunikációs rendszer, és önmagától nem biztos, hogy ki tud találni alternatívákat, és akkor segíteni kell, hogy megtalálja az utat. Ez meglepetősen, ne haragudj, hogy beleszólok, utopisztikusnak tűnhet, hogy valaki, aki nem lát, nem hall, tudhasson az utcán közlekedni. Mondasz erre egy-két ilyen praktikus dolgot, hogy mégis milyen módon történhet ez? Igen. Tehát igen, teljesen jogos, tehát nyugodtan vágja szavamba, mert ha benyomják nálam a siketvakot, akkor már szinte koncentrálni kell, hogy levegőt vegyek, és be lehessen valamilyen kérdést ékelni, és elmegy velem a lényeg. Ne aggódj, majd megállítanak. Nagyon-nagyon jó, ezt meg ott vagyunk. Tehát
Tehát az a helyzet, hogy most már például itt Budapesten azért ugye egyre nehezebb. Tehát egyre nehezebb azt elképzelni, hogy valaki teljesen siketen és vakon majd önállóan közlekedik. Azért az 50-es években volt egy siketvak házaspár, aki a vakok általános, vagy vakok állami intézetében élt, és képzeld el, hogy ők pedig egy csengőt raktak a botjuknak a végére, és csengettek, amikor az átkelőhöz értek, és volt egy kis táblájuk, amin jelezték, hogy ők hallássérültek, és most át fognak menni az úton. Tehát nem tudom, életveszélyesen éltek, de nyilván akkor még sokkal kisebb volt a forgalom, kitartották oda a táblájukat, meg volt határozva, olyan nagyon-nagyon sok gyógypedagógiai segítséget nem kaptak, tehát ezt önmaguktól találták ki. Ma azt tudom mondani, hogy olyan teljesen siketvak emberről, aki egyedül él, nem tudunk, aki önállóan közlekedik. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy mindenre képes a gyógypedagógia. Tehát nem egy varázsszer, nem tud mindent megoldani, de az ő esetükben azt tudja megoldani, hogy legyen egy kísérő szolgáltatás, vagy egy olyan személyiségítő rendszer, ahol ő el tud jutni oda, ahova szeretne, és ott egy olyan kommunikációs segítőt kap, aki tud neki segíteni a kommunikációs akadálymentesítésben. Arra láttam példákat, ezt erősítsd meg kérlek, hogy ez nálunk mennyire működik, hogy kártyákat használnak külföldi látássérültek különböző helyzetekben, vásárlásnál, közlekedésben. Ez így van, tehát ez akkor jól működik, akkor ez a rendszer, hogyha valakinek egy olyan hallásállapota van, ami akár egy hallókészülékkel jól korrigált, mert nagyon sok esetben ez egy élő probléma, hogy akár aki tud beszélni, az fölteszi a kérdést, még meg is találja azt, aki válaszol rá, csak éppen nem érti meg a választ. Tehát, hogy ebben pedig kommunikációs technikákat kell gyakoroltatnia, tehát, hogy ne azt kérdezze meg, hogy kérem szépen, melyik busz állt be, mert akkor lehet, hogyha abban a megállóban a 7-es is, meg a 4-es is beáll, akkor van esély rá, hogy félre hallja, és továbbra se tudja, hogy miről van szó, hanem kérdezze meg, hogy a 7-es busz állt be, és akkor erre vagy igennel, nemmel válaszolnak, és könnyebb megérteni a választ. Tehát ilyen technikákkal is lehet bizonyos kommunikációs problémán segíteni. Működik ez a táblás verzió is. Mostanában egyre több embernek vezetjük be. Nyilván először egy kis averziójuk van, ami teljesen érthető, hiszen számtalan táblával találkozunk az utcákon a kéregetőknek a tábláival. És ezért, hogyha valaki egy táblára gondol, akkor egyből ez ugrik be neki, hogy jaj, most mit fognak rólam gondolni, hogy én is egy táblát mutatok. Tehát el se olvassák a táblát, ettől tart. De például olyan helyen, ahol egy buszmegálló van, egy távolsági buszmegálló, ahol két vagy három busz is megáll, és közel azonos időben van a menetrendjük, és azt kírni, hogy mondjuk kérem, ha Pest felé megy, akkor szóljon. Tehát megtanulja, hogy álljon oda az első ajtóhoz, és akkor a sofőr nyilván szól ezeknek az embereknek, ráadásul egy idő után már ismerőssé is válnak, tehát már rá is tanul az a járat. Van, amikor vásárláskor kevésbé, mert nehéz megtalálni azt az embert, akinek ezt mutathatod, ezt a cédulát, tehát inkább így közlekedésben, hogy kérem segítsen, hogyha átérek. Van egy ilyen kommunikációs kártya, vagy kommunikációs útlevél, amit szoktunk készíteni kérésre, ami elmagyarázza, hogy hogyan kommunikál az illető, hogy röviden leírja az ő kommunikációját. És ez is egy segítség lehet, hogyha egy kórházi tartózkodás során ezt magával viszi az illető. Nekem egy nagyon kedves élményem az, illetve hát több is van, régebben tolmácsként dolgoztam a Siketvakok Országos Egyesületével, és
Én csak idézőjelben angol-magyar és visszafelé tolmácsolást végeztem, de azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen kommunikációs bravúrokat láttam ott, olyan tekintetben, hogy én tolmácsoltam egyik nyelvről a másikra, ahhoz kapcsolódott egy jeltolmács, aki tovább tolmácsolt különböző taktilis jelnyelveken. Erről mesélj kérlek, mert ez iszonyat érdekes, hogy mennyi féle módja, útja, módja van a kommunikációnak. Igen, nagyon-nagyon sokféle lehetőség van. Tehát, hogyha valaki siketvak állapotba kerül, még nem beszéltünk arról, hogy egyáltalán hogy alakulhat ki ez az állapot, de mindegy, kialakul a siketvak állapot, majd később ezt még kicsit így megbeszéljük, hogy hogyan meg mind. És abból indulunk ki minden esetben, hogy mit tud az illető. Tehát mi az, ami ilyen képességei vannak, mi az, amit kommunikációra ő használt. Tud beszélni, nem tud beszélni, érthető a beszéde, nem érthető a beszéde, hallásmaradványa, megfelelő-e arra, hogy zajos háttérzajban értse a beszédet, vagy nem érti a beszédet már háttérzajban, csak csendes környezetben érti, vagy csak egy adóvevővel érti a beszédet, vagy síkírást még el tud olvasni, de nem hall egyáltalán semmit, viszont nem ismeri a jelnyelvet. Tehát nagyon-nagyon sok lehetőség van, ugye nagyon sokfajta kommunikációs rendszert használunk, és megnézzük, hogy mi az, amit ő használt korábban, vagy ismer, vagy tud, és ennek egy alternatíváját, egy adaptált módszerét ajánljuk föl. Tehát például, hogyha ő ismeri a síkírást, akkor lehet az, hogy ő egy laptopon követ egy előadást úgy, hogy egy megfelelő betűmérettel jegyzeteljük számára az elhangzott információkat, ez nyilván egy segítség neki, de nyilván nem cipelhetjük mindig magunkkal a laptopot minden egyes helyzetben, és akkor viszont használhatjuk a síkírás kézbeírását, tehát a tenyerébe szépen leírjuk a szavakat. Ezt mindenki, szinte mindenki játszott olyat kis gyerekkorában, hogy a hátára írtak egy-egy szót, és ezt ki kellett találnia, hogy milyen szó. Hát ennek az analógiájára, ez ugye a tenyérbe történik, ez a szavak, az írása. Ez is egy jelnyelvet használ, de már nem elég látása arra, hogy kövesse ezt a jelrendszert. Az meg tudja tenni azt, hogy, vagyis a jelnyelvi tolmács, hogy az ő kezébe jelel, tehát keze alatt jelel, úgynevezett taktilis jeleléssel, és így továbbra is használhatja a jelnyelvet. Aki a braille-írást ismeri, és semmit nem lát, és semmit nem hall, és a síkírást nem ismeri, az lehet, hogy egy braille kijelzőt használ, ami a számítógéphez csatlakoztatható kis egység, amiben ilyen kis tűk vannak, és szépen azon a ugye a berej pontírást el tudja olvasni, és így akkor minden olyan írásbeli információ, amit leírnak a számítógépben, az megjelenik ezen a berej soron. Tehát ő el tudja olvasni. De ugyanúgy nem kell minden esetben a számítógépet magunkkal cipelni, mert az utcán vagy a közlekedés során akkor tudjuk a berej kézbeírását használni, ami ugyanúgy jól használható legyen. Aki pedig már ezen is tudom, és azt mondja, hogy a brejkézbe írt változata is, meg a síkírás változata is, az egy kicsit lassú, tehát azért ehhez kell türelem, hogy kell hozzá egy gyakorlat, hogy mit írok be, tehát milyen sorrendben használom a szavakat, hogy minél gyorsabban legyen a hajélménye a másik embernek, hogy ne azt kérdezzem, hogy tegnap voltál moziba, vagy tegnap találkoztál ezzel-azzal, hanem megfordítom, hogy Judittal tegnap, és már ebből ki fogja találni, hogy az, hogy találkozott vagy nem, tehát tudok segíteni egy ilyen módon is, és így akárkivel gyakorlatilag, akinek a nyelvi szintje, tehát a nyelv megvan a fejében, tudunk találni egy olyan módszert,
amivel ő meg tudja érteni a környezetét, és amivel ő meg tudja értetni magát. Ez nem nagyon ismert az átlag emberek között, csak úgy elmesélem azt, hogy például amikor egy olyan emberrel közlekedtem együtt az utcán, aki a Braille kézbe írt változatát használta, és éppen a megállóba ott írtam a kezébe, hogy a tenyerébe, hogy most milyen busz jön, még várni kell, mi a helyzet, akkor odalépett hozzám egy hölgy, és megkérdezte, hogy hú, én tényleg tudok jósolni, hát jósoljak már neki is. Tehát, szóval, hogy az emberek még nem tudnak ezzel a helyzettel mit kezdeni, de igen. De én azt gondolom, hogy ezért ez alakul. Én brejhasználó vagyok, és mégis hihetetlen számomra, hogy ezzel azért mégis egészen jó tempóval tudtok kommunikálni. Igen. Nyilván abszett. Nem olyan gyorsasággal, mint ahogy mi beszélgetünk, de azért sokkal gyorsabban, mint azt úgy az ember gondolná. A hátraírásról beszélj egy kicsit, mert úgy tudom, hogy ez... Bár nem ilyen módon, hogy betűket írunk a siket vakember hátára, de ez egy nagyon-nagyon hasznos felület. Miért? Hogyan? Most mit kérdeztél? Bocsánat, mert nem hallottam. Igen, hogy amikor a hátára írunk egy siket vakembernek, ugye nem betűket, de nagyon sok információt adhatunk erről. Igen, ezek az úgynevezett haptikus jelzések, amit szintén kezdünk bevezetni a kommunikációba, amikor akár irányokat tudunk jelezni, vagy akár olyan információkat tudunk, vagy hogy tapsolnak, vagy nevetnek, vagy most csendbe kell lenni, vagy bármi ilyesmi, mert az a nehéz, hogyha valakivel ugye kommunikálunk, akinek foglalta a keze mondjuk, mert a Braille kijelzőn olvas például, akkor nagyon nehéz őt megszakítani, vagy akár abba a szövegfolyamatba egy közbevetett információt betűzni, mert az nagyon megzavarhatja, vagy esetleg közlekedés során, amikor csak egy gyors üzenetet szeretnénk átadni, hogy most meg kell állni, mert vészhelyzet van, vagy jobbra megyünk, vagy balra megyünk, akkor teljesen jól használhatóak ezek a jelzések, mint információ. Uh-huh. Uh-huh. Dolgoztam olyan amerikai siketva kollégával, aki két tolmáccsal jött, egyikük jelelt neki, másikuk pedig állt mellette is a hátára folyamatosan haptikus jelzésekkel, írta az információkat, ez nagyon fantasztikus. Igen, mert az egyik az a verbális információkat adja át, és a másik pedig a nonverbálisakat, hogy nem tudom, elaludt melletted valaki a széken, vagy dögunalom az egész, vagy nem sokára kávészünet, vagy bármi ilyesmi, tehát amik ilyen, inkább ilyen emocionálisabb tartalmú üzenetek, ezeket jól lehet a... Igen, amik közben meg iszonyat fontosak, és nekem az volt nagyon érdekes így végig gondolni, hogy ahogy az ember egyszerre tud arra figyelni, amit lát és hall, ő nyilván megtanult arra figyelni, ami a kezébe érkezik információ, és ami taktilisan a hátára is, hogy ez a kettő egyszerre tud működni. Ez iszonyú klassz. Így van. Igen. Uh-huh. Igen. Aha. Na, akkor egy kicsi logikai bukfencel térjünk oda-vissza, hogy mondtad is, hogy hogyan lehet valaki, hogyan válhat valaki siketvakká. Igen, tehát viszonylag kisebb számú az a populáció, de ők azért az egyik legnehezebb helyzetben lévő csoport, akik már ebben az állapotban születnek. Tehát siketen és vakon, vagy súlyos hallássérült és látássérülten. Ugye itt már a születésük pillanatában, vagy azt mondom, hogy 2 éves kor alatt alakul ki a kettősérült állapot, ezt vele születetten siketvak állapotnak hívjuk, mert itt ugye a nyelvel sajátításnak is egy teljesen sajátos útja alakul ki. Tehát nem tudnak se jelnyelven megtanulni, se hangzó beszédet megtanulni, a nyelv birtokában nincsenek, tehát már ahhoz is kell egy specialitás, hogy ők egyáltalán a fogalmi gondolkodás megértsék, hogy mik a szabályok az életben, nem tudnak modelleket követni, mert ugye nem tudják megnézni, nem tudják egyáltalán leutánozni hallás útján sem a beszédet. Maga a diagnosztikájuk is, a vizsgálatuk is nagyon nehéz, hogy pontosan meg tudják nézni akár a látásmaradványuk mértékét, akár a hallásmaradványuk mértékét, tehát a megfelelő segédeszköz megsegítés is nehezebb. Általában még egyéb nehézségeik is vannak. Tehát ezért közöttük több az, aki súlyosan halmozottan sérült. Tehát, hogy van valami mozgásos területen is valamilyen érintettsége, vagy értelmileg akadályozott. Ami
ami szintén nagyon nehéz eldönteni. Egy kicsit pontosan ez, hogy ilyen nagyon súlyos és halmozott sérülés, és a magyarországi gyógypedagógiai rendszer ezt egy picit támogatja is, hogy ne kerüljenek elő igazából ezek az emberek, ezek a gyerekek, mert Magyarországon ugye még mindig az a helyzet, hogy ugye keressük a főfogyatékosságot, és azt szerint vizsgáljuk meg a gyereket. Na most nagyon nehéz eldönteni egy látás, hallás, mozgássérült gyerekről, aki még ráadásul értelmi elmaradást is mutat, hogy most itt akkor melyik a főfogyatékosság. Tehát ő most látássérültebb, vagy hallássérültebb, vagy mozgássérültebb, ezt így nem lehet eldönteni. Ráadásul ugye ez a több érzékszerv együttes sérülése azért nagyon-nagyon hat egymásra, a fejlődés nagyon nagy mértékben befolyásolja. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon sokat harcoltunk azért, hogy alakuljon ki egy súlyosan halmozottan sérültek vizsgáló állomása, ahol olyan szakemberek dolgoznának együtt, akik egyszerre tudják megvizsgálni ezeket a gyerekeket. És éppen ezért, mert hogyha valaki mondjuk súlyosan mozgássérült, lehet, hogy még a hallássérülés, egy nagyobb hallás nem is derül ki. Lehet, hogy egy gyengén látás kevésbé fogalmazódik meg, esetleg amikor a kommunikációban eljutnak oda, hogy képeket használnak, akkor rájönnek arra, hogy hú, hát valami miatt ez marhára nem működik, ez a képek. Tehát, hogy még a tárgyakat észreveszik, de a képeket nem, mi lehet ennek az oka, és akkor kiderül, hogy van valamilyen látás problémája, de ehhez nagyon sok időnek el kell telnie. Tehát itt mindenképpen ez egy kisebb csoport, de azt gondolom, hogy ők a legtöbb segítséget igényelnek, tehát a legnagyobb szakmaiság szükséges ahhoz, hogy velük tudjunk foglalkozni. A következő csoport... Mi az útja akkor egy siketva kisgyereknek? Tegyük fel, hogy olyan hát szerencsés, hogy 2 éves kora körül kiderülhet az, hogy ő látás és hallássérül. Tegyük fel, hogy nincsen súlyosabb mozgásos érintettsége, ugye nagyon sokkal tegyük fel, de mégis mi az útja? Hova kerülhető aztán? És még hozzáteszem, hogy tegyük fel, hogy olyan szülői háttere van, ahol... mert ezen nagyon-nagyon sok múlik. Tehát sajnos ez is igaz, hogy nem olyan könnyen jutnak információhoz a családok. Tehát nem... Amikor valaki, de még ez sem teljesen alakult ki, vannak erre törekvések, hogyha valaki a prenatális intenzív centrumba, ahova köraszülött babákat, ahova kerülnek, és ahonnan hazaküldik őket, hogy ott kapjanak egy olyan egységcsomagot, egy személyre szabott egységcsomagot, amiben minden információ benne van. Hogy hova kell fordulni, hogy hol kaphatnak segítséget. Most itt elkezdődik egy kicsit a kálvária, mert még mindig nagyon azon múlik, hogy a szülők milyen információt találnak meg a neten. Tehát nem olyan egyszerű. És azt gondolják, hogy a személyszorvosnál, hogy a látásával probléma van, mert ezt azért megvizsgálják, akkor ugye, ha szerencséjük van, és a személyszorvos tud a látásvizsgáló szakértői bizottsághoz, ahol ugye van korai fejlesztés is, akkor el fognak oda jutni. És hogyha kiderül, hogy ott a hallásával is probléma van, akkor van esély rá, hogy megkeresnek minket, és akkor együtt dolgozunk, vagy akkor a hallásos kollégák is belépnek a képbe. De hogy azért nem olyan egyszerű, hogy előkerüljenek ezek a gyerekek, hogy egy helyen működik egy vizsgálóállomás Budapesten, mondjuk a látásvizsgáló, országos szakértői bizottság, vagy a hallásvizsgáló. Tehát lehetséges, hogy 200 kilométert utaznak egy kisgyerekkel, aki utána végig alussza mondjuk a vizsgálati idejét. Tehát nagyon nehezen is alakul ki az, hogy pontosan mire van szüksége. De mondjuk kiderült, tehát mondjuk összeállt a kép, mondjuk kapott hallókészüléket, vagy esetleg a látásával kapcsolatban is kapott segítséget, és akkor az a lényeges, hogy minél hamarabb valami kommunikációfejlesztés elinduljon. Nagyon
Tehát ez lassan jut az eszükbe a szakembereknek is általában, meg a szülőknek is, mert el vannak foglalva, hogy orvosilag menjünk, hogy a szemén lehet-e segíteni, a látásán lehet-e segíteni, orvosilag lehet-e a hallásán segíteni, a mozgását fejlesszük, mert kell, hogy mozogjon, és ez teljesen jogos, meg ezt ki kell deríteni, csak hogy elfelejtik azt, hogy mennyire fontos egy napirend, hogy mennyire fontos egy elkezdeni, hogy megértse a környezetét egy gyerek. És aztán, hogyha sikerül vele elkezdeni a munkát, akkor az a tapasztalatom, hogyha a nyelvfejlesztése, a gondolkodásfejlesztése beindul, és ő elkezdi megérteni a környezetét, akkor minden gyerek addig a szintig eljuthat a kommunikáció fejlesztésbe, ameddig a gondolkodása fejlődésre képes. Tehát nyilván egy súlyosan értelmileg akadályozott gyerek is meg tudja érteni a környezetét, de az ő érdeklődése és a számára fontos dolog, az kb. 10 dologba merül ki, de azt a 10 dolgot ő ki tudja fejezni. Ki tudja fejezni mondjuk, ha éhes, ki tudja fejezni, hogyha mosdóba kell mennie, ki tudja fejezni, hogy melyik játékot szeretné, melyik játékot szeretne játszani, megérti, hogy most autóval utaznak, vagy hova mennek, vagy mint mennek, és nyilván nem fog tudni az évszakok változásáról beszélgetni senkivel, de az ő boldogsága szempontjából, hogy ő biztonságban és jól érezze magát a bőrében, igazából ez kell, hogy ki tudja fejezni a saját igényeit. És ez is nagyon nehéz, hogy ezt elfogadjuk, hogy nem vagyunk egyformák, nem azonosak a képességeink, és nem mindenkinek kell eljutni odáig, hogy ő boldog legyen ezen a földön, hogy ő nem tudom én, két ismeretlenes egyenleteket tudja megoldani, hanem az ő szempontjából számára fontos dolgok mást jelentenek, hogy ő biztonságban is jól érezze magát ezen a földön. Nagyon de az sok. Is fontos, hogy aki... Bocsánat, mondjad. Az is fontos, viszont, hogy akinek jobbak a képességei, azok ne ragadjanak meg ezen a szinten. Tehát, hogy ne csak itt a 3-4 dolog megértésén álljunk meg. Nagyon sok elgondolkodtató dolgot mondtál. Az egyik az, hogy iszonyú nagy kihívás lehet az a szülőknek, hogy miközben abban a kemény helyzetben vannak, hogy el kell fogadniuk azt, hogy fogyatékos gyermekük született, közben meg kell tanulniok mondjuk új kommunikációs stratégiákat, ugye, amikről korábban nagy valószínűséggel nem is hallottak, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, hogy ebben neki ki tud segíteni. Csupán az a korai fejlesztő szakember, aki a kisgyereküket fejleszti? Tehát nálunk van pszichológusi tanácsadás is, akiket kapok országos egyesületénél, tehát hozzánk is fordulhatnak, de nehezen szánják erre rá magukat. Igen, ez pontosan így van, hogy a gyereknek a boldogságához nagyon fontos, hogy a szülők eljussanak az elfogadásáig, és ők kiegyensúlyozottabbakká váljanak, de ez nagyon nehezen következik be. Tehát ha sarkítva mondom a helyzetet, akkor megszületik egy siketvak gyerek, aki nem lát és nem hall, számára ez a világ. Tehát neki nincs hiányérzete azzal kapcsolatban, hogy ő nem lát, nincs hiányérzete azzal kapcsolatban, hogy nem hall, mert ő nem tudja, milyen hallani és látni. Tehát ő maga érzelmileg nem sérült, ő maga érzelmileg nem érzi, hogy megfosztották valamitől. Ő azt érzi, hogy valami nincs rendben, tehát hogyha nem nincsen egy anya-gyerek kapcsolat, nem szeretet veszi őt körül, akkor nyilván ez hat rá. Tehát ő nem tudja ennek az okát megfogalmazni. Tehát ezért, aki ebben az első szakaszban igazán sérült, az a szülők, akik nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen ugye nagyon sok koraszülött baba van a siketvak gyerekek között is, ez a legmagasabb arány. Tehát az azt jelenti, hogy ők nem erre számítottak, egyáltalán nem erre készültek, és ráadásul mivel kis súlyú koraszülöttként született
a gyermekük ezért több hónapot ugye még ebben a kétes időszakban is töltenek, hogy mi lesz a gyerekükkel, nagyon sok aggódás van mögöttük, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak, tehát nagyon fontos, hogy ők megfelelő információt és segítséget kapjanak, és aztán a másik az az, hogy még az alternatív kommunikációs rendszereknek nem olyan ismert és elfogadott az egész a használata. Tehát a szülők minden esetben, ugye, amikor arról beszélünk, hogy először tárgyakkal jelezzük, hogy mi történik vele, vagy két tárgy közül válassza ki, hogy melyiket szeretné, vagy melyikkel szeretne játszani, akkor azt mondják, hogy oké, okay, jó, rendben van, de mikor fog beszélni a gyermekem? Tehát, hogy annyira szeretnék, hogyha eddig eljutnánk. És ez fontos, hogy ezt megértsék, hogy persze az a cél, hogyha valaki képes rá, az mindenképpen beszéljen, nem fogjuk ebben őt akadályozni, de csak akkor tud beszélni, hogyha vannak fogalmai. Ha ismeri a labdát, mint fogalmat, akkor tudja kimondani a szót, hogy labda, vagy hogy labdát akarok. Ha nem tudja, mert egy zanza veszi körül, akkor azt se tudja, hogy mit mondjon ki. Tehát nincsenek meg a fogalmak a fejében. Tehát ez mindenképpen egy fontos dolog. Ők nehéz helyzetben vannak, mert ugye nagyon-nagyon heterogén a csoport, abból a szempontból, hogy nagyon különbözőek a képességeik, ugye vannak, akik nem is kapnak megfelelő segítséget, esetleg még plusz egy nagyon súlyos mozgássérülésük van, úgyhogy azt gondolom, hogy nekik fontos, hogy kapjanak segítséget, de nem mindenki jut el ehhez a megfelelő segítséghez, úgy gondolom. A Sikertvakok Országos Egyesületének te alapító tagja is vagy, szerintem nagyon szorosan összefügg mindazzal, amit meséltél, hogy miért volt szükség az Egyesület létrehozására. Miért döntöttetek úgy, hogy legyen egy ilyen civil szervezet? Ez érdekes, mert pontosan azért, mert akkor még semmilyen oktatás nem volt Sikertvak gyermekek számára. Tehát akkor, amikor a Sikertvakok Országos Egyesülete megalakult, akkor összejött 4-5 szülő, akinek már kiderült, hogy a gyermeke látás és hallás sérült, és kiderült az is, hogy nem tud velük mit kezdeni az egyszeresen sérültek oktatási rendszere, és úgy érezték, hogy mégiscsak kellene valami lehetőség arra, hogy ők oktatásba részesüljenek. Tehát, hogy valamit kell, hogy tudjanak tanulni, mert nem egy rossz képességű gyerekeknek tűntek, és ezek a szülők álltak össze, és Helesfai Katalin is támogatott minket, nagyon-nagyon, aki a Vakok Általános Iskolájának az igazgatója volt, Prónai Bea is teljesen az ügy mellé állt, aki már akkor a Bárcin tanított, és engem is tanított, és a szülők összeálltak, és akkor ez volt az elsődleges célunk. És mindenképpen fontos volt az alapelv, akkor már nem megállapodunk, hogy lehet szakember a vezetőségben, de csak egyhül lehet szakember a vezetőségben, és nem mehetünk el abba az irányba, hogy a szakemberek kitalálják, hogy mi jó a Sikertvak embereknek. Hanem, hogy ez a, mi már akkor gondoltunk erre a semmit rólunk nélkülünk elvre, ami aztán be is jött a képbe. Tehát, hogy mindenképpen az alapító tagok között és a vezetőség tagjai között legyen olyan, aki érintett a témában. Nyilván gyereket nem tudunk beválasztani a vezetőségben, de legyen szülő a vezetőségben, aki képviseli a gyermeke ügyét. És akkor még csak egyetlen szerzetes ember ismertünk, úgyhogy nem volt meg versenyhelyzet, kerül a vezetőségbe, és csak azt feltételeztük, hogy sokat be lehetne a szerzetességet, akkor a később életben kerülnek el az állapotba, és így kerültük el, kezdtük el ezt a munkát, de az alapvető célunk az volt, hogy az oktatás megnyílt lehetőség a gyermekek számára, és hálás köszönet Fehér Annának, aki a Vakok Batthyány László
gyermekotthonának, iskolának, és Esmai Katalinnak, akik nyitottak voltak, és ők is támogatták ezt az egész munkát, és így megnyílhatott az oktatás a gyermekek számára. Itt egy kicsit ellenünk volt az internet, amikor arról meséltél, hogy a SVOE alapítói között siketvak ember is van. Lehet, hogy mondtál nevet is, de ott egy pár másodpercre nagyon recsegtél, ezt elmondod még egyszer. Jó, tehát akkor egyetlen alapító tagot, egyetlen szerzetten siketvak személyt ismertünk, Szmolka Jánost, aki azóta már sajnos nem él, de ő volt az egyetlen, akiről tudtunk, hogy szerzetten siketvak, teljesen siketés vak, így aztán nem volt versenytársa, tehát ő volt benne az első időszakban a vezetőségben. És csak feltételeztük azt, hogy sokkal többen kell, hogy legyenek. Igen. Mi mindent tud ma nyújtani az Egyesület siketvak embereknek? Miben tudtok segíteni? Tehát van egy tanácsadó szolgálatunk, kezdünk ugye az alsó, tehát az alacsonyabb életkoroktól, tanácsadó szolgáltatásunk szülőknek, szakembereknek, ami változó intenzitással használt, tehát pontosan az, hogy semmelyik, vagy mindegyik szakon nem tanulnak külön erről a hallás-látás sérülésről, tehát hogyha valamilyen oktatási intézményben, vagy korai fejlesztő központban előkerül egy hallás-látás sérült gyerek, akkor megkereshetnek minket, és akkor oda megyünk, és segítünk már a szakemberben, nyilván a szülők is. A szülők is megkeresnek minket az, hogy akár a hallókézés ellátást segítjük, vagy támogassunk, vagy akár a fejlesztésben valami segítséget nyújtsunk, vagy akár információt, hogy hol kaphatnak egyáltalán fejlesztést, mert hozzájuk mondjuk nem jutott el a hír, hogy van látásvizsgáló országos szakértői bizottság, meg hallásvizsgáló. Tehát van, amikor csak információra van szükségük. Akkor van elemi rehabilitáció a szerzetten látás és hallássérültek számára, tehát aki későbbi életkorban veszik el a látásukat, vagy megnagyon a látásuk, vagy a hallásuk. Van jelnyelvi tolmács szolgálatunk, ami a kommunikációs akadálymentességben segít. Van segítő szolgálatunk, ami kísérésben segít, tehát hogyha valaki szeretne vásárolni, vagy eljutni A pontból a B pontba, vagy az orvoshoz, vagy bárhova, akkor ebben tud segíteni az Egyesület. Van egy információs irodánk, ahol információhoz juthatnak. Van egy ilyen szabadidős programszervező csoportunk, akik szabadidős programokat, klubokat, kirándulásokat, nyaralásokat szerveznek, és a újságunk is, ami egy ilyen a tagokat, tagságot érintő kérdésekről ad felvilágosítást. Én mintha úgy tudnám, hogy már nem így hívják, de régen a szemfüles volt, ez még így van. Szemfüles? Nem, most nem hát szemfüles. Hát én nagyon szomorkodom, nekem nagyon tetszett ez a szemfüles. Igen, az itt tényleg egy találó elnevezés volt, igen. Azért nincsen több kérdésem, Dorka, mert valamiért a net most nem támogat minket, és egy kicsit így már az utolsó részben több volt a probléma a hangminőséggel. Mindenképpen feltesszük az Egyesületnek az oldalát, vagy hát az elérhetőségi jó. Ide, és akkor ott aztán lehet még a szolgáltatásokról, illetve a ti összes aktivitásokról jó. Többet nem olvasni. Jó. És nagyon-nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk. Köszönöm, szia! Köszönöm szépen! Szia!